barátnőm itt volt látogatóba, és nyitva maradt a kapu, és hát egyszer csak ugye, nyitva maradt a kapu, és egyszer csak hallottam, hogy a kutya ugat, tehát valaki bejött, jöttem ki, és akkor itt volt egy ismeretlen ember, aki elkezdte a mondókáját, hogy ő a fűtési berendezést, meg a kéményeket a fűtési szezon előtt szeretné megnézni. Hát rögtön nem esett le, hogy tulajdonképpen a kéményseprő hivatalból azt ellenőrzi, és megengedtem neki, hogy a konyhába megnézze a kéményt, de olyan butaságokat mondott, hogy rögtön rájöttem, hogy ez nem az, akinek mondja magát. Aztán az asztalra letett egy ilyen nagy fekete noteszt, és hát én azt kinyitottam, mert ideges voltam, és látni szerettem volna, hogy tulajdonképpen mi az, és telefonszámok voltak benne áthúzva, és ebből rögtön rájöttem, hogy ez egy csaló, és elkezdtem vele kiabálni, és tulajdonképpen elzavartam, mert hát mondtam neki, hogy maga nem az, akinek mondja magát, és elzavartam, és hát végül is távozott a lakásból, anélkül, hogy különösebb. Csókolom, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Én Horváth András rendőr-főtörzsőrmester vagyok. A Veszprémi rendőrkapitányság közvetlen bizottja. Az idősek világnapja alkalmából szeretném átadni önnek az időskorúak áldozata válásának megelőzésére szolgáló kiadványokat. Köszönöm szépen! Illetve értesültünk, hogy az elmúlt időszakban megelőzte az áldozattá válását. Ennek elismeréseként szeretnénk átadni ezt a bűnmegelőzési receptúrát, amely egyéb gyógytanácsokat és információkat tartalmaz a megelőzés céljából. Köszönöm szépen! Hát ez biztos jó szolgálatot fog tenni.